Minden évben július első szombatján rendezik a Spirit of Balatont, ami egy nagyon egyszerű, kötetlen Balaton megkerülés bringával. Tehát ez nem egy verseny, igazából ez egy ilyen teljesítménytúra, annak mindenféle pecsételő állomások. A rendezvény lényege, hogy egy nap alatt megkerül biciklivel a Balatont. Elsőre biztos nagyon durvának hangzik, de higgyétek el, én találkoztam olyan emberrel is, aki kettőször ment körbe. Először is elnézést a rossz minőségű hangért, azért van, mert esőre áll és csak a GoPro-t mertem kihozni. De ez mindegy is, mert most igazából azért vagyunk kint, hogy bepakoljunk két darab biciklit ebbe az autóba. Remélem sikerült bepakolni mindent, most pedig még át kell mennem a város másik felére barátnőmért, aztán indulunk Balatonra. Amúgy most 3-4-10 van, tehát éjfél előtt nem valószínű, hogy le fogunk érni. Úgy néz ki, hogy reggel 8-ig biztosan esőt mondanak, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én mindenképpen el szeretnék indulni. Van A és B terv. Alapesetben, ugye, hogyha nem fog esni az eső, akkor viszem a nagy kamerát, lehet viszek drónt is, nem tudom. Meg kell nézni, hogy tudok pakolni, mert ugye most vinnem kell magával mindenféle kaját, meg útra való dolgokat. Viszont, hogyha egy minimális esélye is lesz az esőnek, akkor élebili, ha B terv. Ami igazából csak annyit jelent, hogy a GoPro-t viszem magammal, meg persze az ennivalót, indivalót. Ez gyakorlatilag reggel fog kiderülni. Meglátjuk, mit mond az időjárás, megnézzük a radarképet. Nem tudom, nem szeretném eláztatni a felszerelést. Igaz, hogy van a táskának egy vízhatlan kis burkolata, amit rá lehet rakni, de azért jobb a békesség. Előttem van még egy 2 órás út, úgyhogy majd reggel találkozunk. A hivatalos rajt az Balatonmária fürdőről indul, de gyakorlatilag bárhol lehet kezdeni a kört. Én most idén Balacsonyból kezdtem. A hivatalos menetirány az úgy néz ki, hogy az északi parttal kell kezdeni, utána pedig a délivel folytatni. Viszont én megfordítom, mert a déli partnak a monotonsága a sokkal inkább kifáraszt engem, mint ezek az emelkedők. Itt vagyunk Keszthelyen, kicsit megálltam pihenni. Úgyhogy addig elmondom, hogy működik ennek a teljesítménytúrának a rendszere. Semmi extra nem kell gondolni, kétféle módon tudsz rajta részt venni. Az egyik az, hogyha otthon kinyomtatsz egy ilyen kis pecsételő könyvet, abban ugye minden állomásnál pecsételgetnek. Viszont van egy sokkal újabb és sokkal modernebb megoldás, ez pedig a QR kódos rendszer. A videón ugye az előbb is láthattátok, hogy lefotóztam ott éppen a falon valamit. Semmi más nem csinál, elvisz egy adott URL-re, és ott be tudod írni a rajtszámodat és a nevedet, és ezzel így beregisztrálsz arra az állomásra. Amúgy tök jó, mert ki is írja, hogy eddig mennyit mentél, meg hogy a következő állomás hol van, meg hogy milyen messze van. Úgyhogy sokkal jobb, mint ez a papíros pecsételgetős módszer. Közben kisütött a nap, úgyhogy bekenem magam valamilyen napkrémmel, nem kéne leégni. Aztán megyünk tovább a déli partra. Túl vagyunk az első 50 kilométeren, most megyünk éppen Fonyót felé, és hát már most unom ezt a déli partot. Gyakorlatilag eddig, egész végig egy nagyon hosszú, egyenes utcába jöttem, két oldal nyaralók, semmilyen változatosság, de most már legalább itt vagyunk a Balaton mellett.
egy gyors helyzetjelentés. Itt vagyunk Siófokon, a felén már túl vagyunk, most már 110 km-t mentem. Úgyhogy innentől kezdve már kevesebb van hátra, mint amennyit megtettünk. De nem is ezért álltam meg, hanem hogy elmondjak két fontos dolgot, amit itt most a nap elején tapasztaltam. Egyrészt, hogy nem tudom, mennyire látszik az arcomon, de eléggé leégtem. Annak ellenére, hogy bekentem magam már kétszer is, 30-as krémmel. Nem nagyon lehet megállni 15 percenként kenegetni. Másik téma, az pedig a kulacs, ami nagyon fontos. Talán egyik legfontosabb, hogy legyen folyamatos folyadék utánpótlás. De ugye a szokványos biciklis kulacsokkal az a probléma, hogy belentöd a vizet, félremúlva forró víz van benne. Úgyhogy idén azt találtam ki, hogy sima kulacs helyett veszek egy túra termoszt, ami átmérővel ugyanakkora, mint a biciklis kulacs, tehát bele tudom rakni ugye a kulacstartóba. Ellenben a két órája belerakott hideg víz még mindig jéghideg. Úgyhogy ha esetleg hosszú túrára indultak, akkor szerintem fontoljátok meg, hogy szereztek egy ilyet, mert életmentő lehet. Főleg úgy, hogy ilyen melegben gyakorlatilag 10 percenként meg lehet inni egy fél liter vizet. De azért kell most bejönnünk amúgy, mert itt van a következő check-in point a víztorony aljában. Úgyhogy csekkoljunk be és induljunk tovább. Megérkeztünk Almádiba, most itt fogok gyorsan enni egyet. Egész nap nem ettem igazából, ugye egy reggelivel vagyok, de nem is éreztem ugye a szükségét. Persze ettem mindenféle ilyen energiaszeleteket, meg mindenféle ilyen italporokat. De most mindenképpen szükségem van egy kis pihenőre, meg valami szilárd táplálékra. Úgyhogy most egy nagyjából 20-30 perces pihi, aztán a maradék kb. 60 km-t megpróbálom egy húzamba lenyomni, és ha minden jól megy, akkor találkozunk újra a startnál Badacsonyban. Pont éjfél van, megérkeztem, összesen 196 kilométert mentem. Nagyon jó volt, de a vége már nagyon fárasztó. A seggemet teljesen szétültem, gyakorlatilag az utolsó 60 kilométert azt állva tekertem. Olyan szinten nem tudtam ráülni a biciklire. És így, hogy igazából nem is készültem az egészre, meg lehetett csinálni. És például ott van a barátnőm is, aki most volt másodszor, és tavaly ült utoljára Büngen. Egész évben nem ült biciklire, eljött, megcsinálta. Úgyhogy ha kedvetek van, akkor jövőre gyertek, belinkelem az oldalt lent. Mára ennyi, megiszok egy kis bort, aztán holnap visszok Budapestre. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomtok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára is. Sziasztok!